Réges-régen, amikor még történtek csodák, létezett egy varázsige, amely megnyitotta a kaput a mesék bűvös világába, ahol a tündérmesék hősei valóságos figurák voltak. Abrakadabra, jöjjön a Grimm mese! Pinocchio. Ti kik vagytok? Én Dr. Kroki vagyok, tudós, filozófus, virtuóz, és a többi, és a többi. Én pedig Jojo, a világ leges, legnagyobb, hát kalandora. Én pedig Cseppetto vagyok, és faparagó. Nem tudtam nem észrevenni, hogy szomorúnak tűnsz, Cseppetto. Nem is csoda, öreg ember vagyok, és egyedül élek. Nincsenek barátaim, csak a bábuk, amiket készített. Mindig is szerettem volna, ha születik egy fiam, de hát nem ez volt nekem megírva, és most már túl késő. Ó, de hová is tettem a jó modoromat, elvégre a vendégeim vagytok. Gyertek, fogyasszatok egy kis frissítőt. Te vagy az apukám? Ez meg hogy lehetséges? Minden lehetséges, Cseppetto, ha tiszta szívből kívánod. Oda nézz, Jojo! A mesebeli kék tündér bármilyen kívánságot képes teljesíteni. No, jó lenne egy új sapka. Szia, kék tündér! Szeretnék kérni egy új... A mindenit. Igazi csoda történt. Végre van egy kisfia. Hé, ez micsoda? Hoppá! Jaj! Elkaptam! Kik vagytok? Hogy vagytok? Ők fából vannak, fiacskám. Ugyanúgy nézek ki, mint ők. Én is fából készültem. Igen, méghozzá fenyőfából. Mostantól kezdve a neved Pinocchio lesz. Az kis fenyőt jelent. Én igazi kis fiú akarok lenni, nem fabábú. Ha igazi kisfiú akarsz lenni, kezdhetnéd azzal, hogy felöltözöl, mint egy igazi kisfiú. Jó ötlet. Ha jól emlékszem, kell itt lenni valahol néhány kis ruhának. Tessék! És járhatnál akár iskolába is. Igen! Úgy, mint egy igazi kisfiú. Ez a három aranypénz az összes vagyonom. Semmi másom nincs ezen a világon. Reggel menj be a városba. Vegyél rajta könyveket, és menj iskolába. Ó, te vagy a legjobb apuka a világon. De nem ismerem az utat a városba.
Ma Gyojóval elkísérünk. Vigyázz magadra, fiam! Miért fehér a felhő? Mert egy óriás egyszer kiöntött egy nagy pohár tejet az égen, ebből lettek a felhők. Nem így van. A felhők úgy keletkeznek, hogy a melegtől elpárolog a víz a földről. Nekem a teljes történet jobban tetszik. Utat, utat a szegény rókának és a vakmacskának. Pinokkió vagyok. És merre felé tartasz éppen, ifjú barátom? Halljátok, azt mondja, hogy a barátja vagyok. A városba tartok, iskolába akarok menni. Biztos igazán remek lesz. Apukám még pénzt is adott, hogy vegyek könyveket. Látjátok? Micsoda szerencséd van! Véletlenül mi is épp a város felé tartunk. Érdekes, mert a város felől jöttetek. Igen, gondoltuk, keresünk egy rövidebb utat. Rövidebbet? Pontosan, és már meg is találtuk. Gyertek, megmutatjuk. Én ugyan nem bízom ebben a kettőben, Pinokió. Ha ez a macska vak, akkor én sündisznó vagyok. Gyertek! Kövessetek, barátaim! Hallottátok? A barátaik vagyunk. Ne izguljatok már! Barátaik, nézd meg, merre vezetnek minket, Pinokió. Vissza kellene fordulnunk. Ha most visszafordulsz, sohasem leszel gazdag. Gazdag? Igen, mert valójában azért hoztunk el téged ezen az úton, mert mutatni szeretnénk valamit, valami különlegeset. Mit? Egy üres mezőt? Üres mező? Miről beszélsz? Amit magad előtt látsz, az nem üres mező, hanem a híres csodák mezeje, barátom. Vagy inkább az üres ígéretek mezeje, nem? Ha pénzt ültetsz ennek a mezőnek a földjébe, abból egy olyan fa fog kinőni, amiről idővel több száz, sőt, akár több ezer aranypénzt is türetelhetsz majd. Doki, jó, hallottátok? Ha elültetem apukám pénzét, gazdag lesz. Attól annyira boldog lenne. Ne higgy el nekik egy szót se. Az iskoláról is lemaradtál, és már haza kell mennünk. Légy okos, mint én is, Jojo. Jojo! Ha ide szépen elültetem a sapkámat, lehet, hogy kinő majd egy új. Ájjájjáj, gondolj az apádra, otthon vár. Lehet, hogy igazad van. Ha te örökre szegény akarsz maradni, az a te dolgod. Hol lehetnek már? Na jó, mi a csuda történhetett velük? Miért nem értek még haza? Hű, ez aztán izgalmas. Itt fogok ülni, és megvárom, amíg kinő a fa. Ezek becsaptak, és ellopták az összes pénzünket. Ó, hogy lehettem ennyire fafejű? Miért is nem tudtam Jojóra és Krokira hallgatni? Vissza kell szereznem azt a pénzt valahogy. Hol van a fiú? Hol van Pinokió? Pinokió! Pinokió, merre vagy? Pinokió, merre vagy? Pinokió,
most majd találkozhatsz a nagymamáddal. Úgy is éhes vagyok segítség, még. Segítség! Jé, ugyanolyan bármi. Javasz, úgy is felfallak, piroska. Hé, egy pillanat, hát nem vagyok. Hát, hogy ez az előbb igazán lenyűgöző volt, ifjú úr. Vagy inkább mondjam azt, hogy ifjú bábú. Igazából mi vagy te? Bábú vagyok. Egy élő bábú. De szívesebben lennék igazi kisfiú. Á, valóban. És a munkát ajánlanék? Á, nem. Az nem megy. Tudod, sajnos elvesztettem apukámnak a pénzét. Úgyhogy vissza kell szereznem. De ha nekem dolgoznál, sok pénzt kereshetnél ám. Höp. Visszaszerezhetem az elveszett pénzt? Innen sosem szabadulsz. Egy kicsi bábú. A közönség nem hisz majd a szemének. Pinocchio! Pinocchio! Doki! Jojo! Hallottok engem? Most mit tegyek? Bocsánat! Nem tudnál valahol máshol magadban beszélni? Ah, ne haragudj, nem láttalak. Hát persze, egy apró tücsökre soha senki nem figyel. Mindenki azt hiszi, hogy mi folyton cirépelünk, hát pedig nem. Ahhoz is jó sok erő kell. Nekünk is kell pihennünk, mint mindenkinek. Jó, befogom a számot. Ajaj. Ez hihetetlen. Sokkal hangosabban sóhajtozol, mint ahogy beszélsz. Bocsánat. És csak azért van, mert bezártak egy ketrecbe. Egyedül érzem magam. Nem tudom, hogy hol vannak a barátaim, és hogy hogyan jutok haza apukámhoz. De hogyan tudnám ezt megköszönni? Úgyhogy eltűnsz innen szépen. Már két napja keressük Pinocchiót, Doki, de se híre, se hamva. Mit tegyünk? Ebben a helyzetben az a legfontosabb, hogy ne kezdjünk el aggódni, és hogy két lábbal álljunk a földön. A kék tündér! Szép jó napot, uraim! Úgy látom, hogy Pinocchiót keresitek. Valóban, hölgyem! Doki! Jojo! Pinocchio, minden rendben? Miért szöktél meg? Nem megszöktem, hanem eltévedtem. Mi volt ez? Mi történt a pénzzel? Meg van még? Hát persze, itt van a zsebemben mind. De ugye nem azért szöktél meg, hogy elásd a pénzt a csodák mezején? Dehogy is, nem azért. És mi történt a pénzzel? Mondd el az igazat, Pinocchio, vagy Kínáig fog nőni az orrod. Nagyon sajnálom. Elástam a pénzt, de aztán elaludtam. A macska meg a róka ellopták. Nagyon szégyeltem magam, és vissza akartam szerezni. De egy bábjátékos elfogott és bezárt. Egy tücsök szabadított ki. Ez aztán a csodás kaland, Pinocchio. De most muszáj visszamennünk apukádhoz. Biztos betegre aggódta már magát. Nem láttál erre egy fából készült kisfiút, aki Pinocchio névre hallgat? Siessetek, fiúk! Alig várom, hogy lássam apukámat.
majd ő elvisz. Akkor hamarabb odaérnénk. Elnézést, el tudna vinni minket? Természetesen, fiacskám. Gyere ide! Ezúttal nem szökhetsz meg tőlem. Most magammal viszlek az óceánon túlra. Egy vagyont fizet majd a nép, hogy lássák az élő bábomat. Nem szabad szem elől tévesztenünk a kocsit. Nem láttam erre egy pár? Nem, sajnos nem láttam. Kroki, azt nézd, ott van Geppetto. Te menj Pinocchio után, én szólok Geppettónak, hogy segítsen. Jó ember, nem látott erre egy hordóhasú férfit egy élő fa bábúval? Ahoj, de igen, láttam, most adtam neki a hajómat. Nekünk is kell egy hajó, méghozzá gyorsan. Ha ragaszkodsz hozzá, de figyelmeztetlek, jó nagy vihar közeleg. Siessünk, Geppetto! De gazdag leszek, sok pénzem lesz ám. Ne izgulj, Pinocchio, kiszabadítalak! Hé, te! Hagyd békén a bábumat! Ne aggódj, Pajti, rögtön jövök! Most aztán csapdába estél. Vagy inkább te estél csapdába? Tarts ki, jó, jövünk már! Kapaszkodj erősen, Geppetto! Innentől rázós lesz az út! Hagyd békén a barátomat! Hogy szabadultál ki a ketrecből? Azonnal menj vissza! Kimentelek, jó! Nézd csak, Pinocchio, ott egy sziget! Hova kerültünk? Szamárországba? Akárhol is legyünk, nem vagyunk egyedül. Gyertek, gyertek, játszatok velünk! Izgalmasnak tűnik. Igen, de most nem érünk rá játszani. El kell mennünk megkeresni a bukádat és Dokit. Viszont nincs hajótok. Ha nem tudjátok elhagyni a szigetet, akkor miért ne szórakozhatnátok egy kicsit? Igaza van, tényleg nincsen hajónk. Kár, hogy nincs itt a Doki. Ő tudna tutajt építeni ezekből. Azt hiszem, igazad van, jó. Ahogy akarjátok, mi most megyünk játszani. Tudod, Pinocchio, a Doki már mesélt nekem erről a játékszigetről. Azt mondta, hogy aki ide kerül, azt elcsábítják a játékok, és elfelejti, hogy haza akar menni. De mi nem felejtjük el, ugye, Pinocchio? Igen. Most viszont már tutajt kéne építenünk, Pinocchio. Előbb az óriás kerékre ülök, utána hinkázom, aztán... Nem hagyhatjuk, hogy a sziget elvarázsoljon minket, Pinocchio. De annyira jó, legszívesebben egész nap játszanék. Gyere, jó, játsz velem. Én hazamegyek. Mi annyira vicces? Szamára változott, milyen viccesen néz ki nagy kerekkel meg azzal a farokkal. Vicces! Pinocchio vagyok,
Én csak játszottam, de aztán hirtelen szamárrá változtam. Pont ahogy a doki mondta, ez a sziget tényleg elvarázsol, előbb rávesz, hogy játsz, aztán meg szamárrá változtat. Most már értem, miért van ennyi szamár ezen a szigeten. Bocsánat, hogy nem segítettem tutajt építeni. Semmi baj, Pinokkió. Közben már a szamárfarkad el is tűnt. De még mindig úgy nézek ki, mint egy szamár. Talán tovább kéne játszanom. Küzdened kell ellene. Ne akar játszani, úgy talán visszaváltozol. Jaj. Várj, segítek neked. Jé, eltűntek a szamár füleid is. Ha, végre visszaváltoztam. Ó, segítséget válna! Itt sosem látom majd viszont apukámat. Pinokió! Apa! Doki! Azt hittem, sosem látlak többé, fiacskám! Apa! Elvesztettem a pénzedet, apám. Most szegény vagy. Te hogy is vagyok, amíg te itt vagy nekem, megvan mindenem, amit akarhatok. Csak nagy kárhoz sosem fogunk innen kijutni. Ezen a kötélen talán felmászhatunk. Én már öreg ember vagyok, nem tudnék odáig felmászni. Az lesz a legjobb, ha itt hagytok. Az kizárt, apám. Vagy mindegyikünk megy, vagy egyikünk sem. Gyerünk, szabadok vagyunk. Várj, fiacskám, én nem tudok úszni. Ne aggódj, apám, van egy ötletem. Kapaszkodj erősen, apám. Én fából készültem, és a fal lebeg a vízen. Aztán megjelentek azok a játékok, és játszani akartak velem és Pinokkióval, de... Itt a takaró, apám. Ez a forró tea meg felmelegít. Menj csak, és magadnak is keress egy takarót, Pinokkió. Elég hideg van még ideben. Hiszen én fából vagyok, apám. Nem érzek se hideget, se meleget. Igazán jó gyerek vagy, Pinokkió. Jó, azt nézd meg, ébredj fel! Igazán jó kisfiú voltál ma, Pinokkió. Segítettél édesapádnak és a barátaidnak is. Ti is bátrak voltatok. Teljesítsem egy kívánságotokat. Nem szükséges. Nekem sincs ötletem. Várj, mert tündér, várj! Közben beugrott. Egy új sapkát akartam kérni. Mindenét. Pinokkió, meggyújtanál egy gyertyát? Annyira sötét van ideben. Fájt. De ha fából vagy, nem fájhat semmi. Végre igazi kis fiú lettem, apám. Azt hiszem, mi itt ezzel végeztünk is. Abra! Abraka! Abrakadabra! És boldogan éltek, míg meg nem haltak. Magyar hangok: Harsányi Gábor, Bardóczi Attila, Széles Imre. Magyar szöveg: Závodi Péter, Vágó Zöld Zsófia. Hangmérnök: Szabó Miklós. Gyártásvezető: Tóth Ágnes. Szinkronrendező: Szalai Éva.
A magyar változatot a Minimax megbízásából a BT Stúdió készítette.